talajfagy, magas talajvíz szint hullott és hirtelen elolvat hó, akár esővel megbolondítva. A vízügyi szakemberek szerint nagyjából így lehetne leírni a belvíz receptjét. Az időjárás ez szerint főzte ki most is a fennálló helyzetet. Már decemberben több csapadék hullott, mint az átlag, ez aztán januárban is folytatódott. Jelenleg már közel 12 ezer hektár van víz alatt a megyében, amelynek a fele szántó és vetés. A Feti vízig működési területén lévő 12-ben vízvédelmi szakasz közül 7-ben van érvényben készültség, négy helyen másod, három helyen pedig elsőfokú, mondta a 35 perc című műsorunkban a vízügyi igazgatóság illetékese. A megyében, ahol súlyosabb és igencsak súlyos helyzetek vannak, azok a felső Szabors, Szaborszatmagyar bereg megye északi része, illetve a Beregi rész, illetve a Tiszaszamos közi rész, Ecsedi-Lápi rész. Tehát mondhatjuk azt, hogy a folyó környezetében gyakorlatilag végig az összes terület. A súlyos helyzet az elöntések formájában jelentkezik, de, mint a vízügyi vezető elmondta, lakóépületek nincsenek veszélyben. Szivattyú telepeik folyamatosan üzemelnek, és kapacitásuk még bővíthető. December vége óta mintegy 20 millió köbméter vizet emeltek át, jelenleg naponta több mint 1 millió köbmétert. Noha komoly munkát ad a szakembereknek, nem lehet azt mondani, hogy a lehullott sok csapadék csak gondot okoz. Örülünk is, meg nem is. Örülünk azért, mert valóban csapadék van, ugye ez nagyon nagy hiány volt, azért nem örülünk, hogy káros mértékű is. Tehát ezért van belvízvédelmi készültség. Mi erre mindenféleképpen kettős, kétféle módon foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Egyrészt a káros vizeket elvezetjük, másrészt azokon a térségeken, ahol például itt újfehértó térsége, de nem kifejezetten, tehát a nyírségben ott viszont vizeket tartunk meg. Tehát van a vízmegtartás és a káros vizek elvezetése is. Tehát ez egy elég komplex vízgazdálkodási feladat, jó embert próbáló feladat, de próbálkozunk meg megbirkózni Ehhez pedig a mezőgazdasági földek tulajdonosaitól is együttműködés kérnek, akik sokat segíthetnek például kisárkok nyitásával vagy szivattyús vízátemedéssel. A belvízelvezető hálózat jól kiépített a megyében, a legmélyebb területekről nehezebb csak megoldani a víz elvezetését. A soló bevízhelyzet egyébként régen volt a térségben, 2015 óta alig védekeztek ez ellen, inkább az asszály okozott gondot.